New Way, az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel címmel indult új pályázati program a Megyeszékhely Felsőoktatás Intézményében. A 330 millió forintból megvalósuló projekt célja, hogy többek között a tanúrai nyelvoktatás kiegészítő lehetőségek bővítésével, a pedagógusok képzésével, hatékony élménypedagógiai módszerek terjesztésével segítsék a használható nyelvtudás megszerzését. 4 nyíregyházi és 6 megyebeli iskolában, 22 tanár és 1650 diák bevonásával összesen 3840 órában folyik majd a Nyíregyházi Egyetem New Way című új programja. A 330 millió forintból megvalósuló projekt célja, hogy pedagógusok képzésével, a tanórán kívüli egyéni tanulási lehetőségek biztosításával a középiskolás tanulók megtapasztalják a nyelvtanulás élményét és használható nyelvtudást szerezzenek. Ez a lehetőség plusz órákat biztosít végzős és nem végzős diákoknak a középiskolákban. Ez a kimondottan szűk célja a programnak. Természetesen ezt egy nagyobb kontextusban kell elképzelni. Az órák tartását egy több hónapos, 8 hónapos felkészülési szakasz előzi meg, amikor a tanárok módszertanilag egy picit felfrissülve előkészülnek ezekre a speciális órákra. Ezek iskolán kívüli foglalkozások, tehát azt jelenti, hogy délután tartják őket a kollégák. 2020-tól a felsőoktatási képzést csak azok kezdhetik meg, akik rendelkeznek középfokú nyelvvizsgával. A tanórai oktatást kiegészítő foglalkozások célja az is, hogy a középiskolai évek végére minél több diák rendelkezzen középfokú nyelvvizsgával, vagy tehessen azzal egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségét. Iskolánként 4-4 csoportot alkotnak majd, ideális esetben, de ezt rugalmasan fogják kezelni, A1, A2, B1, B2 szintű csoportokat. Ez azt jelenti, hogy lesznek felzárkóztató csoportok, és lesznek tehetséggondozó csoportok. A projekt célja az, hogy a középszintű nyelvvizsgára készítse a diákokat, illetve az emelt szintű érettségire. Ez a fő cél. Ez annál is inkább időszerű, mert 2020-tól csak az kerülhet be a felsőoktatásba, akinek a középfokú nyelvvizsgája megvan. Tehát nagyon lényeges lenne az, hogy minél több diák ezt megszerezze a negyedik gimnáziumi év során. A 4 csoportban csoportonként 15-15 diákot szeretnénk beszervezni. Egy csoportban 2 óra lenne hetente, tehát azt jelenti, hogy 8 angol óra lenne iskolánként. Ez a 2 óra ez elég lesz arra, hogy egy kicsit célirányosan és komplexen a nyelvvizsgára felkészítsék a kollégák a vizsgázni vágyókat. Tehát ez nem olyan nagyon hosszú periódus, nem túl sok ez a 2 óra, de ha lelkiismeretesen dolgoznak, akkor elég lesz. A program részeként a pedagógusok a szinteknek megfelelően új segédanyagokat is összeállítanak. Ezek várhatóan nyárra készülnek el. Mi mindenképpen motiváló, újszerű anyagokra gondolunk, olyan tartalmú anyagokra, amelyek illeszkednek a fiatalok érdeklődési köréhez mindenképpen, illetve kiegészítik azokat azt a tudásanyagot, amit a különböző órákon megtanulnak. De nem csupán tananyagfejlesztést tartalmaz a New Way program. A diákok nyelvtanulását számos lehetőséggel kívánják még segíteni, de egy teljesen újdonság is szerepel a projektben. A program tartalmaz tananyagfejlesztést, próbanyelvvizsgákat, eszközbeszerzést, tartalmaz 2 kirándulást Angliába 40-40 fővel, és ami novuma a programnak az, hogy minden egyes csoporthoz egy-egy jövendőbeli angoltanárt, egy-egy egyetemi hallgatót rendel hozzá, akik hospitálnak, illetve kisegítő feladatokat látnak el ezeken az órákon. Ez teljesen újszerű ebben a programban. Ez utóbbival nem csupán a hallgatók gyakorlatszerzését kívánják segíteni, hanem a felsőoktatás és a közoktatás kapcsolatát is erősíteni kívánják.